Na szevasztok, itt vagyok az újabb videóban. Valójában nem telt el nagy idő, csak gondoltam két darabba veszem föl, hogy ne legyen egy videó olyan hosszú, tehát az előbb fejeztem be a postás melót, amit az előző részben láthatatok. És most eljöttem a városházára, felmondunk, mint postás, és kipróbáljuk a kukást annyi különbséggel, hogy azt vettem észre, bementem egy boltba, és nem tudtam kaját vásárolni, hogy lehet, hogy itt is, mint Pandorán, éjjel zárva vannak az üzletek. Tehát nem fizikailag, hanem hogy nem tudsz vásárolni, amíg sötét van. Úgyhogy most ha megyünk a kukás melóz, amit mindjárt megnézzünk a térképen, hogy hol van. Béreltem egy biciklit. Azért biciklit, mert alig lassabb, mint egy robogó. És sokkal inkább. Hát ott van a kukásmeló, ahol gondoltam. Akkor útba ejtünk egy boltot. Holy fuck, man. Hogy vegyünk enni-inni. Aztán majd meglátjuk, hogy... hogy adja ki. Ez a kukásmeló. Én abban reménykedem, hogy rájövök arra közben. Hát az volt a tervem, anya, de hát félreugrottál. Na mindegy. Szóval, hogy remélhetőleg rájövünk arra. Ott egy bolt, nagyon jó. Jobbra. Közben majd oda beugrunk. Hogy az a sok minden, amit ki tudunk szedni a nagy konténerekből, üveg, fém, hogy az leadható a szeméttelepen. Mert ugye most azt fogjuk csinálni, hogy minden kukánál fogunk. Mondd már mit. Most azt szeretném megnézni, hogy vajon, ha ide jövök a kukás, hogy ez ehhez itt. Ehhez. Aha, ilyenkor nem tudok kiszedni semmit. Jó, oké. Ez csak egy ilyen... Hát most az a kérdés, hogy amit most hallunk, ez egy rendőr. Mert ha igen, akkor bajba leszünk a kukás melóval, de... majd kimagyarázzuk, hát ez is kell. Nézzétek, milyen szép az MVL-ben a benzinkút. Azt mondja, hogy bezár. Jó munkát, hello. Hello. Fasza. Na, nézzük, mit vegyünk. Croissant 15. Kenyér, szendvics. Ebből veszünk 3-at. A víz az bejött igazából, úgyhogy abból veszünk 5-öt. Akkor most el vagyunk látva. Még mindig maradt pénzünk, eszünk is, hogy nehogy elfelejtsük. És akkor úgy vágunk neki a munkának, hogy jó vagyunk lakva. Látjátok, így gyűlik a piszkos csomagolás. Meg ha megiszom a vizet, akkor látni fogjátok, hogy gyűlik a... Szerintem ezeket az üres palackokat, ezeket lehet, hogy itt is meg lehet tölteni. Na majd megnézzük. Milyen jó lenne. Na mindegy. Akkor megyünk a kukás melót fölvenni, aztán ha rendőrbe ütközünk, akkor beszoptuk a faszt. Hát ezt tudom erre mondani, fiatalok. Miért nincs olyan meló, amit biciklivel lehet csinálni? $7 van már csak a bankban, egy azért lassan egy $8 elbicikliztünk. Járdán biciklizek, engem ne üssön el senki. De tartom az RP szabályait, én úgy érzem, hogy... hogy azért nem próbáltam megfutni törött lábbal, hogy... hogy esett, ilyen hasonlók jutnak eszembe most, de hogy értitek, mire akarok kiukadni, hogy... A cipőt azt le kéne cserélni, mert ciki. Csak az a baj, hogy olyan kibaszott drága egy cipő, hogy megkeresed a pénzt... Itt a szerelőtelep. Hű, gyerekek.
Hát ez elég vagesmok ez. Szépek azok a narancssárga autók. Lehet jelentkezni kéne szerelőnek. Na most egy picit még akkor megnézzük ezt a... Valami boltrablás van. Ó, hát akkor fasz se fog foglalkozni. Mit írtak a izén? Mindegy, mindjárt elolvassuk, csak adjuk le a bicajt. Ó, valaki itt hagyta a kuká... Ja, most megy. Na nézzük. Ez az úr. Öltöző. Munkaruha. Ez mi? Munka során a város szemetét kell összegyűjteni, de bármilyen zsák szemetet összegyűjthetsz, ami a földön hever, miután összeszeded a zsákot, tedd be a kukásba. Munkát bármikor befejezheted, ha úgy döntesz, hogy befejezed. Csak tér vissza a terepe és parkold le a jármű, hogy kifizeted a begyűjtött zsákokat. Jó. Üdv. Hello. Tehát itt zsák szemeteket kell összegyűjteni. Nézzük, azok merre lehetnek. Bemegyünk valami. Ez a gettóba bemegyünk, ott biztos sok van. Na menjünk ide be, nézzünk zsák szemeteket. Ez doboz. Ez nem zsák. Ott egy zsák. Nézzük csak. Ez az. Aha, szóval ezt többen is tudnánk csinálni. Oké. Hát ez akkor ez így megy. Most megnézzük, hogy meddig. Egyszer, tehát 100 zsákot tudnánk összegyűjteni. Ha mindet észrevesszük. Ott van egy. Nagyon jó. Amúgy, meg közben... Azt hiszem a túloldalon is láttam amúgy. Most nem látom. Micsoda izék, beszélgetések folynak itt. Ott is van egy. Hát ez mondjuk gyalog majdnem gyorsabb lenne. Nem vagyok vak, csak útba voltál, mutter. 100 zsákot tudnék berakni az kukás autóba, hogy elnézem. Róla nyugi már, csak gyűjtöm a szemetedet, te szar. Az mit csinált, az a Google-ja ül? Is van egy. Aztán remélem nem támadnak itt ránk. Hup. Fölborultak a kukák és szaporodtak. Vajon ezek a kukák miért szaporodtak? Semmiért, nem lehet őket kiszedni. Bemegyünk ide a körforiba. Visszamegyünk és akkor utcára, itt gyorsan megcsinálunk ezt-azt.
Jó, csak közben csináltunk egyet a képnek, hogy legyen. Baszki, lehet, hogy lakik valaki. Hop, hop. Hát se baj. Én csak munkámat végzem. Hát itt biztos, hogy lakik valaki. Elég sok van egy helyen, hála Istennek. De nincs probléma. Fogy itt a lehetőség, egy gyorsabban összegyűjtjük. Kíváncsi vagyok, hogy egy jackért mennyit adnak. Valami határozott összegnél vissza fogunk menni. Ott a kertben is láttam egyet szerintem. Ki tudom azt onnan venni? De itt kettő is van. Remélem addig valami gettósít hazajön. Ez itt fixen egy ingatlan. Hol kell ide bemenni? Hát valószínűleg ide csak bemászni lehet. De születni kell, more. Ó, bocs, bocs. Csókolom, jó napot. Csak a szemétér jöttem, nem olyan semmi gond. Nagyon szép a maszk. Mit csinál? Na még azt ott gyalog viszem, aztán elkanyarodunk. Ott is van! Köszi, jó vagyok. Gyerekek, hát itt meg fogunk gazdagodni. Jaj! Megint a csomagtartót nyitottam meg. Benne az udvaron is volt, azért is még elfutunk. Be tudok menni? Jó, bazen. Az a maszkos, az teljesen úgy nézett ki, mintha nem NPC lenne egyébként. Most már megfordulunk, most már kimegyünk innen. De az elég jól nyomtuk itt szerintem. Azért az a csávó, az nekem gyanús. Hadd menjek már oda. Hello? Nem mindegy, ennek nincs lába. De nagyon furcsa történés ott, de... Néha így kinyújtja a kezét jobbra, szóval az ott tehát furaságot nekem, de... Lehet, hogy én nem tudok vele szóba állni. Itt is van kettő. Sőt, három. What do you mean you'll be at Cardio's trip camp? What the hell is that? Meddig gyűjtsük ezt vajon? Look, I don't need my wife gyrating for the whole world to see. Az a kérdés, hogy a fehér is szemet ezzsák? Mert akkor itt most nagyon jól fogok járni. Mondjuk akkor előrébb kéne állnom. Gecó! Hát ez kurva jó. Fogadjunk valami nagyon keveset fizet per szemét. Nem lehet kettőt egyszerre fölvenni? Hát olyan erős vagyok.
Aha, másikat lerakja. Az igen. Az ki van találva. Gyermekeim. Úgy. Ezt is felszedjük. Jé, de jó, hogy a fehér is zsák, öcsém. Hát az rengeteg zsák. Ezért még elugrunk gyalog, aztán tovább gurulunk. Ez jó nagy zsák. Vajon van különbség? Na jól van, hát ezt is megnéztük. Nézzük tovább. Itt két zsákot látok. Itt is üldögél egy csávó. De olyan fura, hogy olyanok üldögének itt, mint hogyha nem NPC-k lennek, és még a hajuk színe is változik. Hello! Olyan fura, mintha át lennének öltözve az NPC-k. Na. Lehet, hogy figyeltek erre, hogy korhű ruhába üldögéljenek itt az NPC-k? Ez lehet. De semmelyik NPC nem nézett ki a GTA 5-be. Hát így. Így csinál egy jó kukás. Kövi utcán vissza. Aztán keressük a zsákokat. Ott van két zsák. Egy a nagy üldözés. Mi nem csinálunk itt semmi rosszat. Még. Mennyien vagyunk a szerveren? A gyerekek egész sokan. Megnézem gyorsan a neveket. Nem nagyon ismerem őket, úgyhogy nem kell félni, hogy ismerősbe botlunk, sajnos. De ha már itt állunk, akkor a kukákat viszont megnézegetjük, hogy most tényleg itt tesz meg? Ugh!
Na most hogy szállok be a kocsiba úgy, hogy jó legyen? Mert ezek nem bírok beszállni, enyémet tudom tolni. Hát az meg kész forgalmi káosz alakult ki, gyerekek. De hát jár a motorja. A faszom én nem tudok, bazd meg. Ezt meg nem tudom tol. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Ezt nem hiszem el, gyerekek, ami... Hogy... Hogy tudok itt... átülni? Hogy ülök át a vezetőülésbe? Aha, várjál, van egy kocsi menü. Valahogy. Méghozzá, megvan. Emlékszem. Igen. Ülések. Sofőrülés. Na, csak menni fog ez. Fú! Most már rájöttem, gyerekek. Rájöttem, csak nem jutott eszembe. Megnézzük, még itt vannak-e benzsákuk ebbe a izébe. Aztán van 21 zsákunk, visszamegyünk és megnézzük, hogy az mennyit ér. De itt például látod, nincsenek zsákok. És nem is teremnek újra a zsákok, de most akkor visszamegyünk 21 zsákkal és megnézzük, hogy az mit fizet. Meg megnézzük, hogy ott találunk-e a szeméttelepen esetleg olyat, hogy el tudjuk adni a dolgainkat. Ez mi itt, ez a piros? Ketrec harc. Kukás munka. Most sikerült úgy verekednem, hogy egyszer nem sérültem meg.
Jó az a biztonsági F-csipogó. Azt nézem, hogy van-e itt hátul valami, ahol le lehet adni a dolgainkat. Itt, szerintem itt kell. $84. Hát az nem sok. Na nézzük már szét itt, hogy nincs itt valami. Valaki, aki felvásárolna. De nincsen. Itt nem áldogál senki, még azt a szemetes megnézem, ami Pandorán van, lehet, hogy ott lehet eladni. $84 kerestem 21-jel, tehát az $4 per zsák. És itt sincs semmi. Ezek vannak, de ezeket most megint kezdjem el gyűjteni. Tudnám, hogy hova lehet őket eladogatni, vagy mit lehet velük csinálni, azt majd ki kell nyomozni, mert... De itt csak munkakezdés van, meg öltöző. Ennyi. Hát ez szuper. Mondhatnánk, hogy szuper. Kipróbáltuk a kukást is. A postás az jobban fizet azért. Meg változatosabb. De most megnézzük ezt az autószerelő műhelyt, hogy ők esetleg kellene nekik. Kellene nekik esetleg valami a nyersanyagokból. Már ha nyitva van, ugye, mert elég erősen úgy tűnik, hogy ez zárva van. Így bizony. Hát akkor még szétnézünk itt a városba. Ott megy egy taxis, igen, taxizni is lehetne. Az is biztos jól fizet. Nem tudom, ez mi ez az ingatlan. Ez lehet, hogy semmi. Most jártam ennek az ingatlannak a közelében. Ez egy autókereskedés mapolás. Merre menjünk? Kéne nekünk egy ruhabolt amúgy, ezt a cipőt lecserélni, mert ez ciki. Meg a bankhoz, tényleg elmegyünk az egyes bankhoz, megpróbálunk ott bankolni. Lehet, hogy nem minden bank bank ebben a városban. De ez a bank, ez bank, úgyhogy
És az is lehet, hogy a múltkor éjszaka voltam itt, és azért nem történt semmi, úgyhogy most benézünk azért ide nappal. De itt nincs semmi. Ez csak kulcsmásoló. Ez nem az eladó. Tehát ez a volt, ez olyan, mintha nem menne. Automatázni továbbra sem tudok, a kávé automata sem üzemel, úgyhogy... Innen kimennék. Elmegyünk a bankhoz. Hát ez egy eléggé előkészített hely, de úgy tűnik itt nem történik semmi. Nézzünk a fegyverboltba, hogy van-e ott valaki, megkérdezzük, hogy hogy ütjeg a fityeg. Ő esetleg nem akar-e nyersanyagot valamihez. Tényleg most már nem vagyok kukás. Én nem tudom begyűjteni. Látjátok, itt vannak a szemetes zsákok. Hát úgy tűnik, hogy ez egy elég snaszmezei fegyverbolt. Kést 300-ért tudnék venni, de azt nem veszünk. Ohoho! Itt vannak a fegyverek, tárak, páncél és BZ-gáz. Na, ezt is tudjuk. Hol automata nem üzemel, ruhákat nem lehet megvenni. A fegyverbolt az lehet, hogy nem engedélyköteles ezek szerint. A fene tudja. Benézzünk ebbe az egyes bankba. De már itt vagyunk, ezeket a kukákat végignézzük. Meg itt van egy, egy elméletileg egy önállóan nyíló garázs. Hát ez a motor, ez valakié. Lehet, hogy itt keresgél. Kicsit laggolgatunk. Ezeket a kukákat valaki már kiürítette szerintem. Na jó, hát ja. Na nézzük ezt a bankot. Ez egy aktív bank. Hopp, elszaladok itt a kukák mellett. Anyád! Rémszalag. Na nézzük. Először is az automata az nekem nem üzemel. Nézzük, van-e... Aha, bank megnyitása. Főszámla 3, készpénz, kilépés, számlaszám, kezelés. Számla. Főszámla. Befizetek 150-et. Sikeres befizetés. Utalás. Tudok utalni. Beállítások. Bankkártya rendelése. PIN kód. 70. 77. 0910. Új számla nyitása. Számlák kezelése. Ho-ho. Van nálam egy bankkártya. Na. Oké. Igen, és akkor gondolom, hogy használnom kell. Aha. És akkor fel tudok venni. De csak felvenni tudok. Ha-ha. Tehát befizetni nem tudsz.
Na, hát ezt is megtudtuk. Oké. Na, most, hogy ezt megtudtuk. Itt van a rendőrség, a jogsi. Elmegyünk a ruhaboltba. És lecseréljük a cipőnket. Meg a nadrágunkat is. Közben itt-ott szétnézünk, hogy ami útba esik, abba bekukkantunk. Mindenhova bekukkantunk. Oda néz, milyen gazdag egy szemetes. Lehet, hogy csak elkezdem én gyűjteni ezeket is. Még kell mindenre kétszer ráklikkelni? Azt nem tudom. Mindenesetre ebben a sikátorban sem úgy tűnik, hogy lenne bármi izgalmas. Meg itt sincs, ott mondjuk van két szemetes, azt akkor már nézzük meg. Az minden esetre igaz, hogy... hogy ahhoz, hogy tele raksz egy kukásautót, az csak $400. Vannak a rendőrök, ott van bent. Nagyon meg kéne csinálnunk, hogy ezt a autó dolgot azért kellene küzdeni, mert ez így viszont kurva lassú. Ugye? Azért itt nyugalom van még ebbe a városba. Te bazd meg! Hát ne üss már el, te szar! Két kukát megnézzük. Egyszer csak lesz valaki, aki ezeket megveszi. Na. Aztán hol kell itt öltözködni? Jó napot. Itt. Tehát. Cipő. Reméljük most már jó lesz, ha egyszer megveszem. Svéd... Oh. Svédnek öltözünk. Jó. Nincs olyan kék-sárga? Jaj, basszus, a cipőt állítom. Ez az. Oké. Igen. Nézzünk valamit. Ez jó. Csak akkor a karokat kell hozzáállítani.
Így, és akkor már csak a nadrág az, amit ami nem jó. A cipő se jó egyébként. Miért van rajtam az a kurva izé? Rendőrszar. Ezek nincs egy normális nadrág. Elég fosom nadrágok ezek, gyerekek. Valahol az a kitűző, az rám ragadt. Na, ez jó lesz. Akkor cipő nem jó. Jó. Vissza a cipőhöz. Reméljük nem lesz semmi. Halló? Halló. Tisztelet. Jó napot. Hallanak, uraim? Igen, igen. Ja, akkor rendben van. Ne tudta, hogy itt a próbálgatás közben mi van. Rám várnak, vagy útba vagyok? Nem, nincs. Nem, csak nincs útba. Akkor jó. Azt hittem elrabolni jöttek. Már kezdtem örülni. Na, csak lesz valami olyan cipő, amire én vágyom. Ezek nincsenek jó színek. Á, picsába. Ez a Nike lehet jó lesz. Aha, megjöttek a kockák. De a kockás cipő... Nem jó cipő. Lesz itt mindjárt, gyerekek, nyugi, nyugi. Aha, igen. Valami csak... Aha, az mi? Majdnem. Veszünk majd valami sportcipőt akkor, hogyha ezek között nem találok, csak most már meg átpörgetem, ha nem baj, mert úgy látom elég sok van. Na, megint jött valaki. Nem akarja az igazat. A cipő. Ezek nem szépek, geci. Az elején voltak a jó, olyan, mintha ennek a szervernek a végére csúsztak volna azok a cipő. Ó, klumpák. Na jó, ez az utolsó. Akkor ugorjunk a 10-hez. Jó. Akkor. Valami egyszerű félcipőt. Veszek. Valamelyiknek volt azt hiszem sárga fűzője. Ez lesz az, oké. Nem tudom, hogy kell forgatni. Akkor azt a rendőr kitűzőt. Hol akasztottam magamra?
Aha. Ez mi a pöcsöm? És hogy tudom én ezt levenni? Ó, ez most olyan, mintha itt most nem lenne rajtam semmi. Ez a jó kar, bassza meg. Az összes pénzem elment, geci. Arra, hogy jól nézzek ki. Vagy hát jobban. Ez a cipő, ez mi? Azt nem tudom. Na, uraim, hölgyeim. Úgy néz ki, hogy... megint itt ragadtunk a semmi közepén. Benézzünk ide a mellettünk lévő sikátorba még. Van-e valami izgalom? De nincs. Nem áldogál itt senki. Valakik jöttek amúgy a ruhaboltba. Hát figyeljetek, én így végignézegetem itt a dolgokat, a alkalomattán, amerre járok. Aztán lehet, hogy ezen a szerveren minden tök máshogy történik. Ott van két kuka, ezt kipakoljuk. Kipakolnánk, ha lenne benne valami. De ezt már valaki vagy kipakolta, vagy nincs most. Faszomba, hogy mindenre kétszer nyomunk rá. És akkor itt. Hát szóval itt sincs semmi extra. Na lehet, hogy minden vidéken van, oda meg születni kell, érted, amíg nincs autód. De hát akkor a Farming Simulatornak kell most beindulni sajnos. Ami ugye azt jelenti, hogy pénzt kell farmolgatni. Ami nem biztos, hogy kell rögzíteni. Tehát, hogy följön az ember, azt 2-3 órán keresztül csak izért pénzt farmol. És akkor majd... valakik már ilyen nagy izé lófasszal járnak. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy el kell gondolkodni, hogy hogyan egyszerűbb az élet, de... Au! Idióta! Most legalább nem ütöttük be magunkat annyira. Nagyobb baj legyen. Elfutok a bicikli kölcsönzőig. És aztán a többit azt szerintem majd egy következő videóban fogjuk kibeszélni. Szeretném, ha kommentelnétek a dolgokhoz. Aztán hát, ha majd alakulnak itt a dolgok.
Én itt összegyűjtöm, amit lehet. Az igen. Mik vannak itt, kérem szépen? Ez mi volt ez az állatgépjármű? Ki tudja, igaz? Az biztos, hogy a kukákban vagy nincs, vagy nagyon kis százalékban találni olyan dolgot, ami nem csak ilyen sima cucc. Nem kéne ugye éhen halni. Van még nálam szendvics? Együk már meg azt a szendvicset. Megint lett nálam egy ilyen csomagolós szar. De például a pénztárca, mint olyan, az jó cucc. Vagy nem jó cucc, ki tudja, igaz? Kellene valami jó barát, valami szimpatikus jó barát, aki segít ezen a problémán. De hát ez majd talán legközelebb fog kiderülni. Ebben a videóban azért megtudtuk a kukást, meg hogy az NPC-től amúgy el lehet szedni a kocsit. Csak nem lehet beindítani. Na itt az úr mellett akkor letesszük a lantot, mit szóltok hozzá. Köszönöm, hogy ebben a videóban is itt voltatok, és mindenképpen maradjatok, kövessetek, és várjátok a következőt. Sziasztok!